A már hagyománnyá vált bonyhádi irodalmi vetélkedőn idén 4 csapat mérte összetudását. A középiskolásoknak meghirdetett verseny ebben az évben Vas Albert Adjátok vissza a hegyeimet című regénye köré csoportosult. A diákokra változatos feladatok vártak, többek között ilyen volt a képfelismerés is. 9-es sorszámú képet húztam, amin Vas Albert fiai láthatóak. 6 fia volt, de ebből egy Csaba meghalt. A képen látható Géza, Miklós, Endre, Vid és Huba. Ők jelenleg Amerikában élnek. Első feleségétől van mind a 6 gyerek, Szímes Évától, aki nem ment ki vele Amerikában, hanem Németországban maradt Endrével, aki később utána ment, és fiai halála után írtak róla könyvet, amiben részletesen leírják halálának okát, például a gróf emigrál az író otthon maradban is. Harmadik alkalommal vetélkednek középiskolások Vas Albert életművéről. A mai vetélkedőn 2 Monyhádi és 2 Paksi középiskolás csapat. A Bonyhádi gimnázium, a Bonyhádi Kerri és a Paksi Eszi 2 csapata vonult föl, és most már a vetélkedő vége felé elmondhatom, hogy nem ilyen erőlködős verseny volt, hanem nagyon jókedvű, nevetős vetélkedő volt. Ismerni kellett a Vas Albert műveket, az nyert, aki minél többet írt össze. De mindenképpen előnyben volt az a csapat, aki ismerte a tájnyelvet, amit az író előszeretettel használt alkotásaiban. A csapatoknál azonban érdekes megoldások is születtek, amik aztán nagy vigadalmat okoztak a feladat ellenőrzésénél. Ambaur is bement a konyhába, és benyúlt a spájzba. És nem a lapos üveget találta, hanem a sündisznó, amikor úgy megijedt, hogy egyből felszállt a padlásra. Érdekes, hogy a tájszavakkal nem mindig boldogultak a fiúk, lányok, de ez okozta a legnagyobb vidámságot, és amire utaltam az előbb, hiszen felolvastuk a válaszokat. Ugye a Vas Albert műveiben, különösen ebben a regényben nagyon sok tájszó fordul elő, amit érdemes megjegyezni, és ezt kellett az egyik feladatra lefordítani mai köznyelvre, ez okozott nagy derültséget. Én nagyon örülök személy szerint, hogy a középiskolások foglalkoznak egyáltalán Vas Alberttel, és vannak tanárok, tanárnők, akik felkészítik erre őket, akik felhívják Vas Albert életművére figyelmet, hiszen egy középiskolás előtt nagyon, nagyon sok olyan kísértés áll, ami nem biztos, hogy a javára válik. Bízom benne, hogy a Vas Albert olvasása ezek ellen fog hatni. Puskatussal és korbáccsal vertek. Mindezekért én nem haragszom ma már senkire. Foglyok voltunk. Magunk akaratából tettük le a fegyvert, nem is érdemeltünk egyebet. De hogy mindezt fölszabadulásnak nevezték, hogy röpcédulákon és hangszórókon naponta közénk ordiválták, hogy ők nem ellenségeink, hanem fölszabadítóink, ezt nem tudom nekik soha megbocsájtani. Ahogy mondják elegánsan az irodalom történészek, még a kánonban nincs a kijelölt helye. Bizonyára emlékszik ön is, meg a nézők is, hogy milyen hisztéria volt a Vas Albert évforduló emlékévben pontosabban. Ez úgy látszik, hogy lecsitul, és előbb-utóbb el fogja Vas Albert is foglalni méltó helyét a magyar irodalomban. Könyvtárosként én azt tapasztaltam, amíg dolgoztam, hogy az olvasók szeretik olvasni, hiszen minden olyan dolog lényegében megtalálható Vas Albert regénye, ami olvasmányossá teszi, tehát szerethetővé teszi az irodalmat. Bent sikoltoztak a gyerekek, és üvöltöttek az asszonyok, és mi nem álltunk meg. A fickó előrántotta a pisztolyát, és közénk lőtt. 2-szer, 3-szor. Valaki mellettem feljajdult, és elesett. Azt hiszem, a Masecki volt, a kőmíves, aki Ukrajnában átállt a partizánokhoz, hogy győzhessen a kommunizmus a világ fölött.